Jó reggelt, sziasztok! Csütörtök van. Újra menj el, egy nap, és es nap. Megjött az első címem, képzeljétek el, mégpedig a 10 Minutes Bistro. Nagyon király. Megvan az étel. A cím pedig a Belgrád rakpart 18. És nagyon puha a hátsó kerekem, pedig föl volt fúva. Megint kaphattam valami illegál defektet kinn a izénél. Annyira imádom, hogy ezek a kasztusok mindig sietnek. Hát, bringa volt így zárva van. Dec 23-tól február 4-ig. És 7-én nyitnak, fura. Akkor február 7-ig van zárva, de mindegy. Úgyhogy most az van, hogy amúgy is a parton akartam menni, de itt van akkor a Mesterbike. Meg kérem ott legyenek levegőt. Le a maszkot. Sziasztok! Meg lehet, kaptam levegő. Nem sajnáltál. Na akkor gyere! Gyere már, te kis fiú! Beenged valaki, nem enged be? Köszönöm. Beengedett? Köszönöm. Igaz, a gyaloggal már nem ilyen türelmes. Három perc, és kitérő után folytassuk az utunkkal. Na már nem is úgy rá. Sor. El is felejtettem mondani. Megérkeztem. Kapukódot kaptam. Te kis picúr! Cuki pofa, befélek, befélek. Hello! Mai napi első liftünket láthatjátok. Átadtam az első címet, várom a következőt. Na mi van, beragadtál? Jé, ez fura. Gyere, nyissuk ki az ajtót, nem? Nem. Hát akkor ennyit erről. A felső hívó gomba rossz. Itt lejön. Valamelyik paraszt nem elég, hogy itt dohányzik, de ráadásul még füles cigit is szív. A folyosón, meg a liftben. Arról a büdös volt. Tudnám, hol van az a rengeteg cím? Csütörtök van, a pörögnyomától ebédidőt kellős közepe. Összvisz egy cím. Áh.
Humor Herold. Ja, szerintem itt kint való leülök a napra, nem fogok rohangálni most. Megjött a második cím, Balázs meghozta. És képzeljétek el, itt, az egyetem téren, én vagyok a legközelebb a Kasmírhoz a Népszínházban. Úgyhogy gyönyörű útunk lesz, mit szóltak ehhez. De nem adjuk föl. Megyünk a szokásos Baros, itt be, Ródi Sándor, és aztán jó napot. Hát csak önszembe időszak. Így van, de csak ide viszed. Jó van, a néha a is kell valamit kapniuk. Na csá! Jó napot! És ezek lehet, hogy egyetemet végeztek, vagy egyetemre járnak, vagy egy főiskolát, vagy magasabb szintű szakmai képzés. Hát, öcsém! Nem gyűjt össze. Itt is vagyok. Következő, második leadásom, jó nehéz, mert két liter kólát is viszek magammal. Jaj, de szeretjük, mert ott nem lehet kapni. Az pedig a Viola utca 48. Itt vagyok, ez a 48. Na, nem akartam elmondani az emeletet se, úgyhogy rábeszéltem. Hello! Átadtam a második címemet. Hú, majd meg fulladok három ilyen szalon keresztül. Nem a legjobb nap, de legalább van bevételem. És itt van a következő. Na, nincs is messze. Joy Sushi. Avadavadava, Balázs Béla utcában. Itt vagyunk. Átvettem az ételt, és elindulok a Mester 85-be. Vendégnek átadva az étel, várom a következő címeimet. Ez volt a harmadik, mondjuk nem volt rossz összeg. Futó utcában azért nem látszik, pedig van, mert az a kis macska kép pont a jó élmény, hanem jobb. Látjátok-e, mennyire gyönyörű, szétágazó napsütés van. Megérte szerintem ebben az irányba jönni. Marad a kedvenc időtöltés. Vártam itt 3-4 percet, és megjött a következő, a Gringos Amigos. Nice job. Excuse me. Bike lane. Megjöttem, Gringos. Na megvan végre az étel, és az 5-es utca a 6B-be fogom vinni. Illetve viszem. Itt vagyok, ez a 6B. I would prefer to take it personally.
átadtam a mai napi 4. címemet, és ez jó hír. Megjött az 5. címem. Kurva későn, és most a Pizza Della Rosso-ba vagyok. Jaj, de drágák vagytok. Sziasztok. Kis kutyuskák. Megjöttem. A következő címet, kérlek szépen titeket, az Ó utcában hiszem. Ó. 24-26. Itt lesz. Jó. Jaj, tudom melyik. Szia. Ez az. Na kérdés, hogy hová ezen belül. Na, átadtam ezt a címet. Hát, nem valami sok eddig ez az 5 cím. Nekem jobb akkor a zebra. Mire átjutok keresztbe. Megcsináltam az első fékemet. Hogy már nem nyit ki az espéli? El volt szakadva a fénykábel, de még tartott bőven, csak hát nem volt fék hatás, mert nem tudtam meghúzni. Vonat nem jön egyik irányba sem. Kíváncsi vagyok a nap további részére. Nagyon kíváncsi. Megjött az első címem, képzeljétek el, és ő is itt van, és eszik. Kértek? Mindenkinek akart adni. Az előbb elfogadta volna egy galamb, de tovább szállt. Na csá! Jól van. Begurulok lassan a pipikéhez, begurulok lassan a pipikéhez, a pipikéhez. Megvan az étel. Hellóka! Tehát a Bársai utca 3-ba megyek. Vagyis a Veselényinél kéne bevenni. Hát majd meglássuk. Nem kapkodni kell. De a 7. címe a mai napon. Esti első. És meleg van egyébként, nincs hideg. Vagy legalábbis nincs a fagy. Egész napot jellemezte, de most még szél sincs. Annyi.
is vagyok, ez a három. Jabol? Ez az. Akkor telefoncia. Lenyomom, mert lemerül. Szia, bejönnék az udvarra, de nem adtál meg csengőt. Bolt food. Jó. Köszönöm. Átadtam az első estit. Pik. Nézzük, kapok-e még? Jó lenne. Érdekes egyébként a város. Vannak emberek, de a kisebb utcákon azért látszik, hogy ürül. Nincs ez a forgalom nyilván. Szemeled mi van? Kollégának elmentek otthonról. Ugye? Ennyit nem ér meg egy szín. Most képzeld, kap egy 60 ezeres büntetést. 700 forintért. Látjátok, végig a bringa úton. Úgy kell azt. 1000-rel. Hát eddig lószar ez az este is. Mindjárt 80. Valamelyre gurulok fel neki, nem sok értelme, hogy átülök. Jó, de ugrál a lánc. Jött egy cím! Pájdbélkeri, Székely Mihály utca. 5. Na. Elvileg ez még le van zárva, úgyhogy visszamasírozok erre. Itt vagyok. Sziasztok! Székely Mihály 5. Itt várhatnám a zöldet egy darabig. Hívjam fel, ha odaértem annyit mondjuk. Hát ez meg lesz. Addig felhívom. Hoppá! Hello! Okay, thanks. Már jön is. Ugyebár ezt a címet átadtam. Nem dobtam magam hanyatt ettől a naptól. Az estétől sem. Igazából semmilyen sem. Olyan van. De jó, annyira nagyon izgalomban nem jöttem a dologtól. Azt kell, hogy mondjam. Hát ez van. 8 óra, végül is egy órában megvolt a kettő cím, fogjam be a pofámat. Csak hát pörögni kell, pörögni. Hát, köröztem még egy kicsit. Elég volt. Most már 9 óra elmúlt. Ez nekem nem jön be. Ma nem. És haza kell venni, hogy holnapra kialudjam magam. Idegen már. Ugye köszönjük voltatok. Köszönjük, néztetek, legyetek rosszak. Vagy jók. Sziasztok.